Köszöntöm nézőinket, Önök a Budakalászi Hét című hírmagazinunkat látják. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Testületi ülés, bizottsági beszámolók, hészmódosítás a grémium előtt. Választás 2019, megkezdődött a felkészülés az idei két voksolása. Március 15-e különleges helyszínen emlékeztek a kalássulisok. Folytatjuk beszámolónkat a februári rendes képviselő testületi ülésről, ami 11 fővel határozatképes volt. Döntés született a többi között a bizottsági beszámolók elfogadásáról, a hészmódosításról és az idei óvodai beiratkozás időpontjairól is. Megszavazták a képviselők a helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési szakaszának lezárását a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülésen február végén. A véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre a válaszokat elfogadták a jelenlévők. A városi óvodákba való beiratkozás időpontjáról is szavazott a tanácskozáson a grémium. Javaslat a 2019-2020 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározására. Az óvodavezetők a beiratkozás időpontját mind a két óvodában egységesen javasolják megállapítani. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy valakinek hozzászólása javaslata van-e? Nincs, akkor felolvastam. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2019-2020 nevelési évre történő beiratkozás időpontját az alábbi két napban állapítja meg. 2019. április 29. hétfő és 2019. április 30-a kedd. Ingatlan eladás, belterületbe csatolás is a testületi döntések között szerepelt, amit egyhangulag megszavaztak a képviselők. A napirendek között szerepelt a népjóléti, a pénzügyi bizottságok, valamint a polgármester saját hatáskörében meghozott 2018-as döntéseiről szóló beszámolók is, amit 11 igennel elfogadtak a képviselők. A napirendek után dr. Hantos István, a Buvét képviselője kért szót, hogy a tehergépjárművek behajtási engedélyével kapcsolatban intézzen kérdést, tegyen javaslatot a városvezetésnek. A felszólalónak a jegyző válaszolt. Valóban ezt egyre többször halljuk ezeket az igényeket, és azért jó lenne ezeket pontosítani. Tehát én értem, hogy a beruházónak, meg a kivitelezőnek van egyfajta igénye, de akkor, amikor azt látjuk, hogy az úthálózatunk olyan, amilyen, és az, hogy mekkora mennyiségű olyan észrevétel jön, hogy a földútjaink gyakorlatilag sarasak, kátyúsak, használhatatlanok, ezeknél az igényeknél valahol ezeket a nagy fölhorgadásokat a kivitelezők részéről nem látom. Tehát ez, én nem látok különösebben nagy egyezkedési lehetőségeket. További kérdést tett fel Balogh Csaba független képviselő, aki a temetőkben korlátok kihelyezését kérte a könnyebb közlekedés érdekében, aminek a felszerelésének lehetőségét a város polgármestere megvizsgálja, de nem látja akadályát elmondása szerint annak, hogy még idén megvalósulhasson a kérés. 2019-ben két alkalommal is választanak a magyar állampolgárok. Májusban az Európa Parlamenti szavazáson, várhatóan októberben a helyi önkormányzati képviselőkre és a polgármesterre, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjaira szavazhatnak a budakalásziak is. Az érvényes jogszabályokról, az esetleges változásokról a városi edzőjét kérdeztük. Megkezdődött a felkészülés az idei két választásra. Budakalászon 8 egyéni választókerületben voksolhatnak idén is a jogosultak. A jogszabály szerint megtörtént a szavazókörök felülvizsgálata, nincs változás a szavazóhelyiségek számában és címében az előző voksolás óta. A 2-es, a 3-as és a 4-es szavazókör területi beosztásában történt kisebb módosítás a választópolgárok számának optimálisabb elosztása érdekében. A pontos információkat dr. Udvarhelyi István Gergely, a város jegyzője mondta el stábunknak. 2019-ben két nagy választási feladat is áll előttünk.
Az egyik a május 26. napjára kitűzött Európa parlamenti választás lesz, ez van hozzánk közelebb, illetve lesz majd egy őszi választás is, ekkor pedig a helyi önkormányzati képviselőket, illetve a polgármestert fogja megválasztani Budakalásznak a közössége. A szabályok egyébként teljesen megegyeznek a egyéb választásokon tapasztaltakkal, tehát fönt van, hogy kinek melyik szavazókörbe kell majd mennie, hogy leadhassa a voksát. Azok, akik mozgásukban korlátozottak előzetesen, illetve a szavazás napján is mozgóurnát igényelhetnek, illetve minden egyéb olyan információ, amely a budakalásziakat még érdekelheti, a városunknak a honlapján, tehát a www.budakalász.hu választás rovata alatt szerepelnek már most is. A helyi választási iroda vezetője a vonatkozó jogszabályok értelmében a helyi önkormányzati választás 11 főben határozta meg a budakalászi képviselőtestület számát. A másik pedig az őszi választás, ezzel kapcsolatosan konkrét időpont még nincsen, mi egy októberi időpontra számítunk, amikor majd a képviselőtestület, illetve a polgármester megválasztására sor kerülhet. Ami ebben a választásban, vagy ezzel összefüggésben lépésként már megtörtént, az az, hogy kellett egy határozatot hozni a helyi választási bizottságnak, amelyben megállapították, hogy 11 fős lesz majd a képviselőtestület, amelyből 8 fő egyéni körzetben, még 3 kompenzációs mandátumot szerezve juthat majd a képviselőtestületbe. Minden egyéb további releváns információt menet közben fogunk közölni Budakalász polgáraival. A hatályos választási törvény előírja, hogy minden egyes körzetben a választópolgárok számát tekintve egy arányosítási kötelezettség áll fönt. Ezért a jegyzőnek mindig az a kötelezettsége, hogy megvizsgálja, hogy az adott választókörzetekben történt-e olyan lakosságmozgás, amely indokoltá teszi, hogy azokat a körzeteket bizony át kell rajzolni, át kell variálni. Most is történtek ilyen apró változások, ezek a változások már a település honlapján a már említett formában megtekinthetők, utól érhetők, a hirdetőtáblánkon is egyébként ki van függesztve. Fontos, hogy mindenki figyelmesen olvassa el a címére kiérkező választási értesítőt. Az átjelentkezésekkel, a mozgóurna igényléssel kapcsolatos információk a www.választás.hu és a www.budakalász.hu oldalon is folyamatosan frissülnek és elérhetők. Különleges helyszínen emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a kalássulisok. A budakalászi iskola részt vett az Egy nap a honvédelemért című rendezvényen, a Szentendrei MH Altiszti Akadémián, ahol az állomány tagjaival közösen emlékeztek a hősökre. Hogy fér össze egymással a huszárcsizma, a gázállarc, a harckocsi? Megtudhatták a kalássuli általános iskola diákjai azon a március 15-i megemlékezésen, amit az intézmény szervezett az MH Altiszti Akadémián március 14-én. Kipróbálhatták a huszáros feladatokat a diákok, hogy így is beleláthassanak a 170 évvel ezelőtt történt eseményekbe. Azt kell tudni, hogy a Kalássuli a Honvédelmi Sportszövetségnél nyert egy pályázatot erre a rendezvényre, aminek a szakmai hátterét a Magyar Tartalékosok Szövetsége Pest megyei szervezete adja. Olyan feladatokat állítottunk össze, amik a 48-49-es szabadságharchoz kötődnek, az akkori harcmodorhoz, a harctéri feladatokhoz, természetesen fegyvertelenül. Tehát ez a feladat, amit itt látunk, például egy padot kell körbefutni, úgyhogy az ember egy labdát visz a kezébe, leteszi a zsámolyba, másikat visszahozza. Ennek az a célja, hogy érezzék azt a gyerekek, hogy milyen lehetett az, amikor két sortúz között kell egy gyorsan mozogni a katonaságnak és fajtott végrehajt. Tehát ehhez hasonló. Nem ez az első ilyen rendezvény, amin szakmailag mi, amit koordináltunk, és mindig pozitív visszajelzések voltak, remélem, hogy most is azok lesznek. Közös élményeken keresztül egymást segítve oldották meg a feladatokat diákok, tanárok a különleges március 15-én. A mostani március 15-i ünnepünk, az pedig egy ilyen külsős helyszínt terveztünk, ahol egy akadályverseny és egy utána iskolai ünnepség keretében emlékezünk a 48-49-es forradalomunk és szabadságharcunkról. Már a nap elején sok élményt gyűjtöttek az iskolások, akik várták a további kihívásokat. Nagyon jó, nagyon élvezem, és remélem, hogy minél több helyre elmehetek. Mi az, ami eddig tetszett neked?
A benti, a menekülős az jó volt, hogy időpont, hogy az győzött, aki előbb kész lett. És itt ti hogy végeztetek? Hát voltunk a kidobósnál, és három embernek sikerült bedobni. Mi az az állomás, amit esetleg nagyon vársz, de még nem voltál ott? Ott a gázmaszkosnál. Nagyon jó, hogy itt lehetünk, mert ugye az iskola ezt egy pályázaton nyerte meg, és ugye az egész iskola jött erre, és itt különféle feladatok lehetnek, amikor a gyerekek különféle módon teljesítettek. Eddig ti mit teljesítettetek, és melyik csapathoz tartoztok? Hát mi a szürkék vagyunk, és eddig az íjászaton, és most jövünk ide a locsoláshoz. Neked mi az, ami eddig tetszett? Hát igazából, hogy lehet íjászkodni, ki lehet próbálni, aztán lehet lőni légpuskával, nagy élmény szerintem. Nekem a gőz, vagy amikor fel kellett venni a gőzmaszkot, és akkor bementünk a sátorba. Nekem az tetszett eddig a legjobban. Árul már, de mi van a sátorban? Hát ilyen gőz, amit így olyan fullasztó gőz, de biztos nekünk nem fullasztót adtak, de így nagyon izgalmas volt. Nekem az akadálypálya. Miért? Hát ott ugrálni kellett, meg átkozni, és ezt én nagyon élveztem. Hogy sikerült? Jó. Volt egy ilyen nagyobb, ilyen tankszerű dolog, és azt még várom. A huszárcsizma, a dolmány és a mente elengedhetetlen kellékei az igazi huszárviseletnek, amit élőben is megnézhettek a gyerekek a rendezvényen. A gyerekek között mindig jó lenni, mert tanítani lehet őket, vannak kérdéseik. Igazából a ruhákról, lófelszerelés, kard, hát ami érdekli őket, a fegyver, karabély, tehát igazából ezek érdeklik őket. Hát a korszakról úgy annyira nem kérdezem, mert azt ugye még nem igazából értik, de hát igazából ezek, amit látnak, a nyereg, lófelszerelés. Milyen uniform is van önökön? Ez 1848-42-es szabadságharc alatt a 11-es határőr huszárezrednek az egyenruhája. Emlékezetes lesz minden évfolyamnak az idei március 15-i évforduló, amikor igazi bajtásként vették az akadályokat a kalászsulisok a szentendrei bázison. Néhány hete megújult mosdókat használhatnak a Szent István telepi általános iskolások az intézményben. A beruházás a Váci tankerületi központ finanszírozásával 7 millió forintból valósult meg. Folyamatosan nőtt a Szent István telepi általános iskola létszáma az elmúlt időszakban. Már ez is indokolta, hogy az intézményben található mosdók számát emeljék. Az állapotok javítását régóta tervezte az iskola vezetése. A beruházásról az igazgató mondta el a legfontosabb stábunknak. Tavalyi év végén kaptunk arról egy értesítést a Váci Tankereti Központtól, az iskola fenntartójától, hogy lehetőség lenne itt az évvégi költségvetési maradványok felhasználásával egy nagyobb munkálatra, és úgy döntöttünk a tankerülettel közösen, hogy a főépületünknek a földszinti mosdóit szeretnénk teljes körűen felújítani. Tudtuk azt, hogy ez tanév közben nem egy egyszerű dolog, hiszen az iskolának a legforgalmasabb részén található WC-ket vontuk ki a forgalomból egy jó hosszú időre, egy másfél hónapra. Én körbe mentem akkor az osztályokban, és elmondtam a gyerekeknek, hogy most a következő időszak ez egy kicsit kényelmetlenebb lesz, mert a következő bő másfél hónapban messzebbre kell menniük a mosdóra, ha dolguk van. És viszont azt is elmondtam nekik, hogy utána egy egészen más állapotban lévő mosdó fogja őket várni, és kértem azt, hogy ezt értsék meg, fogadják el. Most már látjuk azt, hogy a WC-k átadása után a gyerekek nem hiába vártak, és nem hiába voltak türelmesek. Két nagyon szépen felújított WC került átadásra, és nem egyszerűen csak egy felújításról van szó, hanem kapacitásbővítésről is. Tehát több fülke, illetve a piszuár áll a gyerekeknek a rendelkezésére. És ez hosszú évek óta probléma volt az iskolánkban. Ahogy növekedett a tanulólétszám, az infrastruktúránk ezt nem nagyon tudta követni. Most a nyár végén átadott új épületben is vannak új mosdók, itt is vannak új mosdók, illetve a lapostetős épületünkben is alakítottunk ki a nyáron egy új vizes blokkot, és gyakorlatilag az elmúlt bőfél évben azt mondhatom, hogy majdnem megduplázódott a mosdóinknak a kapacitása. Maradt még munkája az iskola vezetésének.
tervének, amit a jövőben szeretnének megvalósítani hasonló területen. A földszinti mosdónak a most átadott bővítése, ez a nagyjából 7 millió forintos költségre rúgott, és ezt a Váci Tankerületi Központnak szeretnénk megköszönni. Más nagy beruházás is vár a Szent István telepi általános iskolára, ami az udvart, a sportpályát érinti. A város a fejlesztéshez 8 millió forinttal, az intézmény fenntartó pedig 6 millió forinttal járul hozzá. Gumiborítást kap majd a pálya, a körülötte lévő területre térkőborítás kerül. A felújítás még ebben a fél évben megvalósul. Szerdán játszották a kézilabda Magyar Kupa 5. fordulóját. A Szájé Budakalász ezúttal a Balatonfüredi KSE csapatát fogadta a városi sportcsarnokban. A mérkőzés végeredménye Szájé Budakalász Balatonfüredi KSE 23-33. Felkészült a Szájébb Budakalász által játszott nyitott védekezésre a Balatonfüredi KSE, aki ellen szerdán léptek hazai közönség előtt pályára a kékmezes budakalásziak. A Magyar Kupa 5. fordulóját játszották a városi sportcsarnokban a héten. Azt gondolom, a célunkat, amit szerettünk volna, hogy bejussunk a 4-es döntőbe, ami Debrecenben lesz, elértük. Helyek között azt gondolom, hogy jó játékkal. Első fél időben még akadozott a védekezésünk, akkor a hazaiak sűrűn megtalálták a rést a kapunkba, de a második fél időben már egy kicsit feszesebb védekezéssel, bőzdani remek védéseivel tudtunk könnyű gólokat lőni, és azt gondolom, ebben az időszakban eldöntöttük a két pont sorsát. Nem a győzelem volt a célja a Budakalásznak ezen a rangadón, mivel a hétvégi Dabas elleni mérkőzésre készültek fel. Forgács Gyula vezetőedző szerint a 33 kapott gólt azért nehéz elviselni, a 23 dobottal szemben. Gratulálok a Fürednek a továbbjutáshoz, teljesen megérdemelték, jobbak voltak a mérkőzésen. Nekünk érmes reményeink a Magyar Kupában nem voltak, a jelenlegi helyzetünket tekintve nem is nagyon lehettek, mert fontosabb dolgaink is vannak most, mint a Magyar Kupában 4-es döntőbe jutni, akármennyire is megtisztelő lenne. Hétvégén nagyon fontos meccsünk van, ezt is szem előtt kellett tartanunk, és mi nem vagyunk annyi, darabra vagyunk annyian, de bizonyos posztokon nagyon kevesen vagyunk, és azokat az embereket pihentetni is kellett. Úgy mentünk bele a meccsbe, hogy ha úgy alakul, akkor megpróbáljuk, de nem baj, hogy nem alakult, úgy maradjunk ennyiben. Nagyon bízom benne, hogy a hétvégére jó felkészülés volt, mert elsősorban annak tekintettük. Bizonyos szakaszokban egy ilyen erős csapat ellen is tudtunk hatékonyak lenni, mint támadásban, mint védekezésben. Tudtuk egy kicsit gyakorolni a nyitott védekezésünket is. Tudtak olyan játékosok, akik eddig kevesebb játék lehetőséget kaptak, viszonylag sokat játszani. A legfontosabb, hogy az NB1 férfi felnőtt alapszakaszában stabil helyen zárjon a Szájébb Budakalász, amihez fontos lesz a hétvégén idegenben játszott Dabas elleni mérkőzés. Végül a hétvége várható időjárásáról. A szombat borongósan többfelé esővel indul, délutántól azonban délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Napközben 9-17 fokot mérhetünk. A hosszú hétvégén vasárnapig érkezik a legtöbb napsütés, csapadék nem valószínű. Délután 17-20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Megszavazták a képviselők a helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési szakaszának lezárását a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülésen február végén. Megkezdődött a felkészülés az idei két választásra. Budakalászon 8 egyéni választókerületben voksolhatnak idén is a jogosultak. Különleges helyszínen emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a kalássulisok. A budakalászi iskola részt vett az Egy nap a honvédelemért című rendezvényen, a Szentendrei MH Altiszti Akadémián, ahol az állomány tagjaival közösen emlékeztek a hősökre. Ez volt már a Budakalászi Hét című hírmagazinunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, mert hamarosan Kultúrcseppek című magazinműsorunk következik. Friss hírmagazinnal legközelebb jövő héten, pénteken este várjuk Önöket. Addig is, ha még több helyi híre kíváncsiak, keressék fel weboldalunkat, a szentendre.media.hu/tv-budakalászt, ahol élőben is nézhetik adásunkat, és ahogy azt már sokan tudják, Facebookon is csatlakozhatnak hozzánk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!